azt akkor nagyon jók vagyunk, csak válasszam ki a játékot. Osz, mehet is az SF. Nagyon jó! Na, be fog engem egyből dobni vajon? És nem dob ki. Mondanám, hogy nálam ez úgy működött, hogy amint beléptem, egyből kidobott. Beléptem, rákatítottam valamire, egyből kidobott. És se telón nem működött, se böngészőn nem működött, és nem működött böngészőn se. Mármint itt Steam-es alkalmazásban se. Szóval, ja. Ja. Ó, Salili, kösz szépen közben a linket. Köszi a linket. De mondom, tehát a menetrendet nézzétek ilyenkor, meg a Discordot. Ez a kettő legfontosabb, mert a menetrend az állandó, tehát ezt mindig szeretném tartani. Feketi a menetrend, ha meg is nézitek egyébként, vagy a leírásban menetrend, vagy bármi, akkor megtaláljátok a képet, ez egy fix. Tehát ez fix, és minden héten így szeretnék streamelni, hogy hétfőket hardcore, szerdán vegyes játék, csütörtökön cselicsüti, pénteken ez a Just Chatting, majd SF, szombaton szábjátszás, ugye korábban van stream, még SF, lesz majd egy hamarosan részleg, vasárnap pedig nincs adás, ezt mindig is így szeretném tartani, heti egy főcsatorna YouTube videóval, és minden nap a VOD csatorna és a shortsokra kerül fel content. Ez a terv. Így szeretnék teljesen minden nap streamelni minden héten, ugye minden hónap utcsó szombatján pedig 12 órás adás, és ennyi. Tehát, hogy így próbálom bepótolni a heteket, és akkor a pénteki Just Chattingre meg lehet amúgy sokkal faszább dolgokat egyébként ebből kihozni. Na. A hang késik? Interaktív? Kap minden néző egy-két cseppet? Nem feltétlen. Tehát, hogy jó, lehet, hogy mondjuk ez a kóstolós nem, de mondjuk ez interaktív tartalom, most meglátszott ebbe a TikTok nézegetősbe, és egy kicsit szórakoztunk egyet, az ennyi igazából. Tehát, hogy ez így a terv. Na jó, lement közben a legakazi, meg minden csoda. Akit érdekel a játék, felkötél SF, ha bármi kérdéstek van, tegyétek fel nyugodtan, meg mit tudom én. Van most V59, van kód is, felkötél kód, meg bocsatornán majd rögzíteni fogom a hozzászólásba is, szóval van kód, meg minden. Most jelenleg a V59-es szerver van, ugye legközelebb az a V60, amit ugye nagyon sokan várnak, mert hát kerek szám, ezen kívül semmi új. Meg elvileg lesz majd Hellovator is, mert hogy igazából 3 havonta van legakazi, ugye közte szokott lenni a Hellovator, mert úgy szokott kijönni. Szóval valószínűleg hamarosan pedig Hellovator, azt akkor pereg az is, meg ilyenek. Megyek sírni a sarokba? Ne sírj a sarokba. Mikor ettem utájára csokit? Hát mit tudom én? Nem vagyok édes szájú, nem tudom. Nem csúszik a hang? Szerintem nem késik a hang. Toljuk le a küldiket, az eventek szerintem borzasztóak jelenleg, tehát TP event, homokóra, epic. Az is csak szerencse epic, tehát ez... hogy epic? Várjál. Ez ebben a forsban epic, ugye? Várjál. Nem, ez fix epic. Ez fix epic, tehát egy 100 kalandvágynál, meg 300 kalandvágynál kapsz egy fix epicet. És akkor ennyi igazából a dolog. Megnézzünk kazamatákat, meg ilyenek. Valószínűleg nem a mágussal, hanem a háborgóval. Megnézzünk kazamatákat, szerintem vannak esélyeim kazamatánál, meg ilyenek. Aztán lehet kérdezni a játék a kapcsolatban tök szívesen, amire tudok válaszolok, meg ilyenek. Ez lesz a terv. Úristen, nézzétek! Tudok lehúzni WC-t. Wow! Ja, meg vannak amúgy most izék, Halloween-i epikek, albumos embereknek, akit ez érdekel. Itt is húztam le WC-t az előbb ma. Csak ezt nem most streambe csináltam, mert megnéztem, hogy működnek a szerverek, azt ezzel teszteltem, de működött, szóval minden fasza. Ja, szeretetünk homokórától kezdve akármit, lassan szintet lépek, szóval tökre ránézhetünk a dolgokra. Mert most ez egy ilyen lighty SF-ezés lesz, mert sok mindent nem tudunk csinálni. Homokóra elment, az mindig fasza, ugye? 10 gomba helyett, vagy egy homokóra helyett 10-et kapsz 1 áráért, 10 homokóra helyett pedig 100-at kapsz 10 áráért, szóval lehet gyűjteni faszán a dolgokat. SF mikor nem lesz? Minden péntek és szombaton van SF. Szerintem nálam különösen nem szar ez a content. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek jó alvós content, de sokan nézitek még mindig. Ha nem is itt Twitch-en, de legalábbis van rá érdeklődés. Ennek viszont örülök. Holnap a szábjátszi mi lesz? Goose Goose Duck. Kacsázunk egyet. Holnapi nap. Egytől megy a stream holnap, ha minden igaz? Ja, az korábbi adás. 13 órától? Nem 16 órától, hanem 13 órától. Ha jól tudom. Aha, még nekem is szokni kell a menetrendet amúgy. Ja. Alvós aztán ordítok, mint a kurva élet. Á, SF-nél azért annyira nem. SF-nél nem igazán. Á, repked itt valami szar. Mindegy. Tapsikolok össze-vissza.
SF-nél nincs akkora ordibálás, meg rage-elés, meg mit tudom én. Viszont most azért van korábban az SF, mert le tudtuk hamarabb a jazz chattinget amúgy. Lenne egy kérdés, mert a játék a kapcsolatban a fogadóban a piros nevű küldetések mit jelentenek? Azt jelenti, hogy a piros nevű a küldetésed, hogy időhöz mérten vagy sokkal több goldot kapsz, vagy sokkal több XP-t, vagy mindkettő, de ha egyik sem, akkor kazamatás szörnyet kapsz a fogadóban, és akkor az hozzáadja az albumodhoz, igazából ennyi. Érdemes rámenni mindig a piros betűs küldikre. Na, támadjunk közben aréna ellenfeleket. Kell az XP, úgyis XP event van, szóval gyűjtjük, lassan szintet lépek. Ja, és képzeljétek el, ugye nekem tegnap nem működött az SF, ez már egy volt csatornában meg alapvetően, nem tudtam belépni, kibe dobált, szóval amint beléptem, kidobott, ugye, tehát instant kidobott, azt ugye egyik karakteremnél sem működött, és újra kezdődött a kalendár. Mert nem tudtam begyűjteni a jutalmat. Szóval, ja. Másfél éven keresztül játszok ezzel a karakterrel, minden nap beléptem, most is beléptem, csak mivel ezt nem rögzítette, ezért újra kezdődött a kalendár. Ami azért baj, mert nem lesz meg a fix szintlépésem, szóval... Az emberek többsége, amikor megvan ez a 20-as, akkor mindenki szintet lép aznap, én viszont nem innentől, mert... ja. Mert újra kezdődött a kalendáriumom. Sajnálom, de hát bazdmeg nem tudok vele mit csinálni. Ez van. Amúgy is én vagyok az egyik legkisebb, nem az egyik, hanem a legkisebb szintű itt, szóval... Ez van. Ezt tudtam ebből kihozni igazából. De jó lett volna, hogyha legalább be tudom gyűjteni a kalendáriumot, de... az legalább egy plusz szintet tudott volna adni, és akkor így most nem 4.59 lennék, hanem 4.60, azt akkor faszább lett volna a helyzet, de ja, ez van, megoldódott közben nálam a probléma. Ha valakinek hasonló a problémája, hogy mondjuk belép, de kidobja egyből, akkor erre az a megoldás, hogy böngészőn keresztül belépsz arra a szerver linkre, amin játszol, tehát mondjuk a V43-as szerveren játszol, most nem jó példa, ha mondjuk a V40-es szerveren játszol, akkor v40.sfgame.net, és oda kell írni a végén, hogy per ip.php, és úgy elvileg jó. Viszont ha úgy se jó, akkor pedig a V43 domain linkjén keresztül kell belépni a karakterekkel, és akkor az működni fog. Nekem is így működött, délutánra pedig már működött a Steam-es. Szóval a V43-as doménen működni fog mindenképpen. Ja. Igazából. A Bali a legkisebb? Ő nincs ezen a szerverem. Na toljuk le a küldiket, azt adjon nekem XP-t, aztán menjünk kazamatázni egyet. SF, SF, lengethetjük a pipó zászlót, köszi. Ja. Aztán holnap szabjátszás, meg utána SF. Hozzuk a kötelezőket, vodot is pótolom, csámos horcokat. A főcsatorna meg mindig elmarad, de azt is csinálni. Azt is csinálni kéne a rohadt eget. Mert már lassan így minden social-t is nyomok aktívan. A YouTube az még mindig kurva nagy hiányosság, de... ja. Mondjuk holnapra még meg tudom csinálni azt, amit elkezdtem, ugye a multiverzumosat, annak a snitje már kész, csak... hát ugye fel akarom dobni a videót, hogy érdekesebb legyen. Ja. SF! Lengeti az SF zászlót. Vagy SF zászlót, a német zászlót. Nem muszáj XP-re mennem. Mert így is úgy is valószínűleg szintet lépek. Jaj, nem ezt akartam. Meg az epikeket megnézhetjük, max betöröm, azt akkor fasza. Viszont így goldban nem jöttem ki jól. De itt lesznek esélyes kazamatáim valószínűleg. Megnézhetjük SF Tools-szal akár, hát ha. SF Tools-szal lehet, hogy működni fog a dolog. Csak le kell tolni a küldiket nagyba. Legjobb, mágus. Mágus az nagyon jó karakter, azzal sose lősz mellé szerintem. Most V60-ra nagyon akarják, hogy menjek. Ott valószínűleg harcosom lesz. Akármennyire kevésbé érdekes a kaszt, de nekem még életemben nem volt harcosom, és lehet, hogy emiatt elkezdek egy harcost. Aztán ki tudja. De az is lehet, hogy felderítő, mert azzal járnék kb. A legjobban. Hát még tudjatok. Nem akarok ugyanolyan kasztot, ami már alapból van, mert az úgy nem érdekes. Ugye van egy mágusom, meg van egy háborgóm, ugye volt felderítőm is, csak a harmadik karakter az nekem mindig uncsi volt. Aztán ennyi, igazából. Ebből meg lesz a szintlépés valószínűleg. Végtoltam az arénát? Nem toltam végig, tudtam, hogy beakadtam meg. Wow. Meg ugye a háborgónál is meg lett az összes item, ugye szereztem új fegyvert itt a legakaziba. Aztán ja, ennyi. A kurva eget. Nagy szintűek az embik.
van ilyen 10 szint különbség, ami amúgy szar. Épp hogy elverem őket amúgy. Meg a szerver még amúgy nagyjából aktív, így másfél év után, ugye 2021. januárjában indult a szerver, ahhoz képest még aktív. Ha nem is feltétlenül a top lista része, de a Hellevatorban mondjuk meglátszik, hogy aktív a szerver. Wow-ho! Jó arénával meglett a szintlépés, sír. Fasza! Azt nem törjük be, mert lehet az epiket fogjuk betörni. De mindjárt szétnézek. Fasza. De lehetett volna 460, csak hát ja. Azt nem láttam, hogy mennyi kellett volna még a szintlépéshez. Mondjuk előző VOD-ból vissza tudnám nézni, és akkor azzal kiszámolom, hogy mennyi hiányzott volna. Ja. Tank fos vagy, de csak a végén addig? Ja igen. A harcos kurva jó amúgy, úgy mond a végén. Addig meg hát kevésbé, de hát, ja. Sok HP-d van, ütsz, meg védekezel, ami amúgy nem rossz. Szerintem annyit amúgy nem véd a harcos, mint amit kitér egy felderítő, de jó amúgy. Nem rossz. Esetleg véletlen nem szaboltál, mert levont valamit a kártyámról, és nem tudom mit. Hát nézd meg, hogy mit, de nem tudom. Hát ha meg tudod osztani, akkor kurva jó. Ja. 25%? Ja, hogy ja. Hát nézd meg, hogy mit vettél, vagy hogy mit vont le. Újszaról játszok? Nem. Nem tervezek, mondom a V60-at, azt hát még agyalok rajta, de szerintem már valószínűleg igen. Content ügyileg szerintem szükséges lenne. Mert azért általában itt mindig csak az eventeket tudom mutatni, meg van amikor még az se. 655, 655 ez valószínűleg nem kell. 675. Hát mondjuk ez se. Minél ezt is betörhetjük. Most tatoljunk egyet. Meg lesz a 78000. 250. Szóval egy-egy arányba lesz tatolom, azt akkor faszák vagyunk. Próbálok most már HP-ra is tatolni. Meg ilyenek. Amennyire tudok. Harcos vagy IAS, mindkettő kurva jó amúgy. Google Pay? Hát a Google Pay-en belül meg... De várjál! Tehát ha telón szabolsz, akkor lehet. Hát nézd meg, hogy mennyiért. Azt akkor látod. Ha ilyen 1400 forint, akkor valószínűleg a szab volt. De azt meg tudod újítani egyébként. Így az előfizetést. Meg amúgy lemondani is le tudod az előfizetéseknél. Tehát, hogy senkire nem erőltetem, hogy hagyja meg. Ezt mondjuk skippelem. Próbálom fejleszteni most a dolgokat. Amennyire tudom. Most lehet, hogy izét fogom. Drága kőbányát. De ez se szar, most 42-es szinten szerintem elmegy egynek. Jó. Ez városorba mehet be. Kedvenceket meg. Amúgy most kifejezetten gyorsak a szerverek amúgy. Történt valami az SF-fel, vagy mi? Gyorsak a szerverek. Utóbbi időhöz képest szerintem most a leggyorsabbak. De nem akarom elszólni magam, de gyorsak. Wow, 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 wow. Ó, második hely, kedvencek. Nyomód. Nyomód! Első. Csak nem tölti be egyből. Gondolom, ha relagolok, akkor betölti. Aha. 15000. Hát, szám szerint az nem jön ki. Gondolom, azt még ott nem frissítette be. Na most fogok bukni 8 helyezetet. Figyelj, úgycsón elbukok, nézd. És nem, mi a fasz? És nem buktam helyezést. Ez igen. Komoly, komoly, nagyon komoly a helyzet. Lehet megjöttek az új procik a szerógépbe? Hát viszont ezt nem jelentették be. De mondták, hogy a V59 nem laggol. Ennek ellenére. Reagáljunk. Azt írtam, hogy reagáljunk. Bocsánat, elírtam. Szóval reagáljunk. De azt nem írtam át, bocsi, várjál. Tudtam, hogy valamit elírtam egyébként. Elnézést. Na majd átírom. A VOD szerkesztőbe. Reagáld ezt itt? Ezt itt? Na jó van. Igazából 2 óra elmegy a stream, és eddig lehet, hogy írtam el valaki, csak nem figyeltem. Na. Nyelvtan emberek, bazd meg. Hihetetlen. Na, nézzünk kazamatát. Van esélyes kazamatánk? Biztos, hogy van. Igen. Jó napot. Van esélyes kazamata? Haló. Le kéne tolni, meg kéne próbálni. Visszakapod a pénzt? Nope.
Nem. Ez nem nyelvtan, ez csak elírás. Mármint a helyesírási hiba is elírás, de érted, miről beszélek. Vagyis igazából nem feltétlen. Tehát van, aki mondjuk, mit tudom én, muszájt elipszonosével ír, és azt mondja, hogy ez így van, meg ilyenek. Tehát nem feltétlen elírás, hanem szándékosan írod úgy. Érted? Amúgy ebben még annyira én nem tudok belekötni, meg amúgy én nem kötök bele helyesírásba. Szerintem ez a leggyengébb indok, hogy valakibe belekös, hogy belekötsz a helyesírásába. Tehát akkor kussolj, szerintem. És nem az a baj, érted? Nem az a baj, hogy mondjuk... Nem azt mondom, hogy az rendben van, hogy valaki nem tud helyesen írni, de azt, hogy mondjuk valaki mondjuk alkot valami véleményt, azt válaszol a másik, hogy ha úgy javaslom neked a helyesírási szótárt, hát ez a legnagyobb low effort ilyen válasz, ami valaha létezik. Tehát, hogy vannak ilyenek, hogy ajánlom a helyesírási szótárt, mondom, bazd meg, nagyon jó. Helyben vagyunk. Hát ami szemet szúr maximum, érted? Névre szóló videót? Mit? Én nem szoktam ilyet csinálni. Damien. Én nem szoktam ilyet csinálni. Én nem terpeztem szét a lábam, ha valaki küld valamit. Tehát, hogy nem szoktam ilyeneket tenni. Most a legutóbb, amire szoktak üzenetet küldeni, az ilyen garabonciáson, hogy hogy a szurkolja az X osztálynak, vagy valami ilyesmi, azt mondja, nem értem, hogy ez mégis miért jön neki jól. Hát én nem az LL Junior vagyok, amire azt mondják, hogy bazd meg az LL Junior, hanem mondja három ember, hogy jaj, tudom, hogy ki ez, a kettő azt fogja mondani, hogy ó, ez a kurva anyád, te fasz gyerek, a maradék pedig azt fogja mondani, hogy talán kettő még azt mondja, hogy nézőm setupja, a többi meg azt mondja, hogy ez ki a faszom? Érted? Tehát, hogy... Érted? RR Junior? Ó! Ó, jó napot! Mi történt? Mi történt? Vissza kéne nézni, nem? Vissza kéne nézni, mi történt? Ja? Oké. Tehát, hogy... De itt azt számít, hogy lokális streamer? Mi lokális streamer vagyok, vagy nem tudom. Na az 8 háborgás volt. Ja. Hát, bemondani a nevet? Hát én bemondom bármikor. Szia, Damien. Vagy felvegyem telefonon. Ez olyan, mint ez ilyen virtuális aláírás. Legfőképpen. Nem tudom. Nézzétek el, én hülyén állok ezekhez hozzá, mert megmondom az őszintét, hogy én nem tartom magam nagy embernek, én ugyanolyan vagyok, mint bárki más, én mezei ember vagyok, leülök, az faszkodok az interneten, ti pedig nézitek, tehát nyilván ez most egy olyan dolog, hogy én ettől nem fogom magam többnek tartani, és így nem is igazán tekintek így ennek. Van, csak el van takarva, Titi. Szóval, ja. Ez elég cringe hozzáállás? Nem! Hát most faszom. Azt nem szeretem, hogyha a tartalomgyártókhoz hasonlítanak össze, azt mocskos mód utálom. Tehát, hogy akkor azt tudják, hogy mit tudom én, a minden streamer ilyen, meg a minden Minecraftos ilyen, meg a mit tudom én, na azt mocskos mód nem szeretem. De így próbálok így elhátrálni minden ilyen fasságtól. Most már különösen. Aztán, ja, így ennyi. Meg miért kéne bárkit nagy embernek tartani? Ez csak a kurva internet. Ugyanolyan szarok, mint bárki más, érted? Tehát azt nem az a gáz, ha valaki többnek gondolja magát, hogy ő már pedig valaki. Tehát ez is nagyon sok mindenem múlik, szerintem. Valakinek a szemébe legyek valaki, de én a saját magam szemébe nem leszek nagyobb. De hát ja. Na, négy karú Péter? Fajon lehet 8 is, csak picsázzam el. 83.224-jel? Várjál csak. Hát, ez erősebb. Irónia dolgot. Összes SF streamerek az anyját már szponzoráltak? Hát borzasztó. Én meg mondjuk több ezer emberrel megismertettem a játékot, és ezzel arányosan szerintem geci sok pénzt beleöltek a játékba. Szerintem az SF jobban járt, mint én. Nem tudom, hogy vagytok vele.
Azért mondom, hogy mások, de másoknak nem tudom, hogy mennyit jelent az, amit csinálok, mondjuk én, vagy bárki más, aki mondjuk az interneten van. De önmagam úgy vok. Pereg! Őt el tudjuk verni szerintem. Meg szerintem úgy komplett az egész Astroszt el tudjuk picsázni. Ad-e valamit? Hát nyilván, mint bármilyen szponzoráció, tehát hogy megadják a szolgáltatásért járó dolgokat, amiben megegyezünk, azt hello. Igazából, tehát hogy... Csúnyán hangzik, de senki nem csinál semmit ingyen, de hogy ennyi. Érted? Nekem sokat jelentek? Nagyon sokat. Nekem jelent sokat, hogy modom van nálad, Szenó. Csak hát olyan ritkán vagyok, hogy semennyire. Meg ilyenek. Ja. Szeri Norbi? Nem kell ilyesmit csinálni. De majd terpesztek is a videóba, mit szólsz? Mondom, hogy szia. Várjál, így fogom csinálni, hogy szia. Majd nyomom neki. Nem követem? Én amúgy nem is értem ezt. Miért kell bárkit kövessek? Tehát, hogy... Az úgy miért? Tehát, hogy annak úgy mi értelme van? Én megmondom az őszintét, én Twitch-en amúgy senkit nem szeretnék követni, mert nem nézek senkit. De tényleg? Csak az a baj, hogyha bárkiről levenném a követésbe, az meg akkor lenne ez a... Jaj, miért követtél ki már? Ja, meg a követő alig, bazd meg, amitől agyvérzést kapok, hogy be kell követni ahhoz, hogy csetelj. Faszom. Fú, nem szeretem az ilyet egyébként. Tehát, nem tudom, én kezdek öregedni, fogalmam sincs, hogy ezeknek mi értelme. Annyiért én is kérek egy videót, ahol terfesztesz? Kirakom TikTokra. Végtelen megtekintések, köszi. Szerintem ez nem fog sikerülni, valahogy úgy érzem. Figyelj, ez olyan, mint hogy nálam is. Nincs followolni, tehát azt csetel, aki akar. Ezt muszáj követni. Biztos, hogy van olyan, aki itt van napi szinten, és nem nyomta meg a követés gombot, hát bazd meg. Érted? Azt a kurva, az nagy háborgás volt. Szóval, ja. De azért mondom, hogy Bali is úgy lett nálam bekövetve, hogy itt volt Bali nálam, és bekövette a gépemen keresztül saját magát. De most azzal miért több az meg, hogy... Tehát azzal semmi plusz nincs, hogy nem tudom, rányok egy plusz követést. Érted? Itt volt nálam, azt benyomta saját magára. Hát mondom, mi a fasz? Szaszánónál is ez a tax, ha valaha itt van, akkor most benyomja magára a követést? Vagy mi? Nem tudom. No, nagyon jó kérdés. És milyen igaza volt? Dehogy nyomom! Mi? Várj, ez túl random volt. Ez túl random volt. Itt mi volt? Haló? Na erre most kurva kíváncsi vagyok. Nyolc? Kilenc. Mi van? Haló? Volt egy 8-as meg egy 9-es háborgás? A kurvágat. Hát ez szenzációs. Nagyon szép volt. 20, ő mágus, mi? Felderítő. Na bassza meg. Háborgok? Háborog. Az jó. Lenne. Ő a kis csaj, nem? Miért az a neve, hogy éghetetlen? Nem követem a trónok harcát, kurvára nem érdekel, és nem tudom, hogy ez mit jelent. Vagy a max háborgáson valami... Pff, nem tudom. Az a baj, nem tudom, 10 akármennyi, 14 azt hiszem. 14 vagy 15 egy kartásban talán benne volt. Meg ilyenek. Szia, Meta! Úristen! Úristen, mi? 14 vagy 15? Ja. És elvileg őket nem lehet megégetni. Wow. Ilyen speciálisak? De most állandóan, amit nekem feldobál egyébként, hogy nézzem meg a sárkányok házát. De oda... Miért? Nem tudom, instán dobja fel mindig, baszki.
valami hasonló. Végnézted háromszor és nem rémlik? Semmi baj. Milyen valami fanatikus, aki jó megmondja neked. A kurva eget. Halálos fegyvereket? Mi? Tehát Harry Potter és a halálos iramban? Mi van? Olyan nincs, az nem létezik, az kamu. Van baj. Van egy pici baj. Nincs akkor a szerencsém, hogy elpicsázzam csórit. Jó! Bazz, meg a 4-ből 2-t kitért, pedig rákriteltem. Nagyon szép lett volna. Ez csodás. Itt nem fogok valószínűleg 8-at beháborogni. Basz. Haló, jössz? Hova? Anyádba! Mert tudja, ez az a válasz. Megyünk. Megyünk a testvéreimmel. Speedbe? Mi van? Ezt nem értem. Ezt honnan tudtam volna? Nem, itt Csabán van olyan kajád, hogy speed. Ez egy haló, jössz? Speedbe te! Megyek! Mit kapok? Eszünk megint egy fosatós csirkés szendvicset. Itt vagyok a speedbe? Nyomód? Aj, de közel volt, bassza meg. Ez nagyon-nagyon közel volt. Jössz Barcraft? Itt Csabán nincsenek ilyen helyek. Volt amúgy itt egy gamer bár. Jaj, mi volt annak a neve, bazd meg? Kecskeméten is volt. Jó, mi volt ez a gamer bár? Templommal szembe. Valami pékség mellett volt. Ú, nem tudom, bazd meg. Game Pub! Az. Ja. Igen. Game Pub. Na, az viszont bezárták sajnos, pedig amúgy az nem volt szar hely. Végre volt valami Csabán, ahova be tudtak ülni a geek arcok. Tehát, hogy ja. Az jó hely. De, ja, sajnos az bezárták. Elvileg tulajdonosváltás történt, az meg nem tudta fenntartani, vagy valami ilyesmi. Aztán ennyiben állt a történet amúgy. Nyitni kell nekem egyet? Dehogy kell nyitnom? Ilyen villanyszámlák mellett? Hát egy Game Pub-ba kell számítógép. Bazd meg, hát ez miből tartom fent? Ezt miből tartom fel, semmiből? A kurva eget. Gyertyák meg ilyenek? Mert mókosan fogják hajtani az áramot. Majd pörgetik a nagy tápú... izéket. Tápokat. 100 gombából? Amúgy szépeket beleütök, csak nem akar megtörténni a csoda. Fia, ez is olyan, mint bármilyen más stream, ahol csak kattintgatnak, csak nem gumimacira megyünk, bazd meg, hanem a winre. Ugyanaz történik. Az a helyzet. Ott láttam egy olyan TikTok videót, német faszi, az RTX 480-at, bazd meg, belerakta a gépébe. Hát hülye, ilyen vastag volt a videókártya. Hát mondom, hallod, három olyan szarizét lefoglalt. Az enyém lefoglal egyet, mint hátul az a fos, amiben belecsavarod. Az lefoglal egyet, vagy max 2-t. Az valami 3-at, vagy 4-et lefoglalt. Azt a kurva eget. Hát az bele se férne a gépembe, kezdjük ott. Biztos, hogy nem férne bele. Ha még elül a venti ki lennének szedve, még akkor sem férne bele szerintem. Azt a mocskos. Hát ahhoz mekkora ipari áram szükséges. Szóval, ja. Mi? Ja jó, de majd Insta-sztorit rakok ki. Csak mit tudom, amikor mondtam, hogy majd kirakom Insta-sztoriba, akkor másnap én már Pesten voltam. Amikor te írtad azt, hogy elfejtettem, akkor pont, hogy Pestre mentem fel, és tesóméknál voltam. Tehát nyilván nem fogok ott a random vendéglátás közepette csinálni egy Insta videót, hogy
Volt egy kartaszvíves póló lány, amit az egyik nézőm látott. Ha valaki tudja, hogy kiről van szó, vagy ha magára ismert a személy, írjon rám, köszi. Tehát, hogy... Pedig valójában csak arra vagyok kíváncsi, hogy true-e az, hogy csinálta valaki ilyen custom-made pólót. Mert Damien beszámolt arról, hogy volt egy csajszi talán, akinek egy kartaszvíves pulcsia volt, vagy pólója. Pedig senkinek nincs ilyen pólója. De ez amúgy helyileg hol volt? Amúgy. Ezt meg se kérdeztem. Pesten? Jó, majd továbbadom Sancinak a lányt esetleg. De Pesten? Kartaszvíves póló. Az nagyon jó kérdés. Hát egy két hete volt körülbelül, azt hiszem, ja. Talán másfél, de inkább két hete szerintem. Na nézzük meg ezeket. Ez még talán meg is lehet. Csak mondjuk mágus is dupla annyit sebez rám. Ez harcos? Várjál. Ki tud térni előle? Mert ugye ugyanannyi a támadása az erőnél, meg az értelemnél. Szerintem ez mágus, amúgy nem fog tudni kitérni ellene. Már kitért volna valószínűleg. Ja, ez mágus. Az a baj, mivel háborgó vagyok, hogy dupla annyit sebez rám. Hát ja. A pesti oldalom? Dehogy érdekel az téged, fantasy. Na bazd meg. Ó, ez nincs meg. Ez nagyon nincs meg. Ez ugye harcos, ez még határeset. És nézek esélyes kazamatákat, de megnézhetjük SF Tools-be egyébként. Azt akkor, hát hogyha több a dolog, csak be kéne lépni. Csak a jelszavamat kéne tudni, amit nem tudok fejből. Vagyis a mágusét már megjegyeztem, de ezt nem. Sajnos. Hol van? Az úgy jó. Az úgy jó szerintem. Nagyon jó. És simulate. Várjál, jó lesz. Ki is dobott a kariból, ugye? Hemoridorra van 0,60 százalék esély? Meg az Olymposra is? What the fuck? Várjál már. Jaj, nem akarom letölteni. Majdnem 1% esélyen van az Esterosra. Az Olymposra. Az nem a Hemoridor volt, bocsáss meg. Az Esteros pont a izé, a Zuccio, ugye? Ja, the hard to burn. Ja. Az éghetetlen. Meg a Dancing Mushroom, itt vannak esélyes kazamaták amúgy, meg 0,60% az úgy jó, tehát mit tudom én, az Olympus hegy is, az Esteros, tehát azért így amúgy vannak esélyek amúgy. Ugye az 1000 csatából egyet, ott volt 1000 csatából 5, 1000-ből 8, aha. Hát komplett amúgy, majdnem mindenre van esély, kivéve a 13-as szintre szerintem. Ja. Ja, aha. Hát a Hemoridor, Olympus, az Esteros, meg a lófasz. Tehát az zseniális. Hát meg kell őket nézni. Hemoridor volt, ugye volt az Esteros, ugye a csajjal. Meg kell nézni, tudunk? Megy a izé? Úgy te lehet németezni, anya! Van németezésre esély, vágod? Jól működnek a szerverek, végre valahára. Ja, hónapok után lehet végre ezt mondani. Amúgy. Lehet tényleg megtörténtek ezek a processzorcserék, meg ilyenek. Szépen levette a felderítő. Ja, hát a németezés? Ám, szeretek németezni. Mármint így legit nem content ez a... És ki jaj, úristen, beadta. Hát akkor már izgalmasabban végignézem, majd csak nem skippelem el. Gondolván arra, hogy úgyse lesz meg.
Élvezed? Szétverem Csóri billentyűzetet, meg ilyenek. Szétverem a Csóri billentyűzetet. Meg így is elég nagy baj az. Várjál, csak volt csatornán, hadd nézzem már vissza, mert ott látom, hogy a legutóbbi SF streamben, hogy hol tartottam a kalendáriumban. Tudom, mikor tört. Várjál. Mindjárt belépek. Ez október 3-a volt, azt hiszem. Ó, baznak, hogy nem mentem a kalendáriumra. Ne csináld már, hogy nem néztem meg egész VOD csatornán. Ez egy órás VOD. Nem, hát nem igazán néztem meg, az a helyzet. Ó, bassza meg. De a végén se? Hát, fogalmam sincs. Mert az a baj, hogy én nem tudtam belépni a karakterbe, ugye? A kurva eget. Nem tudtam belépni a karakterbe, és hát sajnos az a probléma, hogy a kalendáriumot újra kezdte. Visszaugrott, mert nem tudtam belépni. A mágusnál nem dobta vissza, viszont itt igen. És nem léptem szintet, pedig nem tudom, hogy hol tartottam, ez volt a legszomorúbb amúgy. Ja. Sose látod, mennyit sebeztem? Épp eleget. Várjál. Felpörgetjük itt az eseményeket. Ja, de így kell megnézni. Daráld! De szép lett volna. Hát fos. Nem tudok vele mit csinálni. Na! Bazd meg. Szépen levette a felderítő. Legalábbis. Kellene ilyen jó ostor, epic fegyver amúgy. Ez SF-ményeket? Érted, mert események. A büdös picsába. Csúnyákat sebez. De az is jó, fegyvere amúgy mágus fegyver, de nem mágus az ellenfelem, hanem felderítő, ugye. Ezt se értem, hogy akkor legalább így a... Tehát... Ha mindenféleképpen mágus fegyvert kellett ennek a kazamatának adni, akkor miért nem mágus az ellenfél? Ezt úgy megkérdezném szívesen, hogy ez így miért? Vagy itt a fegyver is számít, meg minden, de... Nem értem. Na baszki. Neked is volt ilyen 3 hete egyik karimon megmaradt, másikon reszetelődött. Zseni. De most már vannak rá alternatívák, most már megoldották ezeket a problémákat egyúttal. De, ja, itt is voltak érdekes megoldások, mert úgy voltam valahogy, hogy gépen nem tudok belépni, mondok, akkor telón biztos, hogy jó, de telón se volt jó. Tehát, és csak másnap kaptam rá alternatívákat, ugye, mint itt az ID, PHP-s megoldás, ugye, meg a V43-on belüli belépés. Az eskü az nagy altamba az meg, hogyha nem oldódik meg ma se, hát akkor nem tudok SF-et streamelni, nem tudok belépni. Még ha az lett volna, hogy új fiókot csináljak. De megcsináltam egy új fiókot is, bazd, mert még azzal se engedett be. Gondoltam, már megnézem. De amint regisztráltam az új karaktert, egyből kidobott a karakterből. Hát van ezekre esély. Teli kell spamálni, vagy mi van? Csak nem. Kell egy rohadt nőt háborogni a Csórinak, azt jó. Hát nem. Vagy a kitér a támadás elől. Nem csinál semmit a felderítőm. Azt a kurva. Na? Bazzi, mint a harcosom lenne. Ha harcosom lenne amúgy, páncél nélkül. Legalább nem lagol az SFM. AF!
Af. Ja, SF. SF. Szia, tej. Túró. Na? Ez... Aj, de olyat üt rám. Megpusztulok amúgy. Na jó van. Nézzünk Hemoridort. Mindegyikre körülbelül pont ugyanannyi esélyem van. Hello! Szia, Diszkáj, Diszki. Haza is értél? Na, mert mi jó... Ja! Szekrényesdi. Ez egy ketté áll lassan a szemem, érted? Telefonálnod kellett németül? Aktung, aktung, aktung! Mondjuk az azt jelenti, hogy vigyázat. Nem? Vagy hogy figyelmeztet valamire, vagy figyelmeztetés. Ugyanannyi az esély, ha háborog sokat? Igen, igen, pont, igen, pont ez a baj, hogy a háborgó már ilyen nagyobb szinten nekem így... Tehát kevésbé élvezetesebb a háborgóval kazamatázni, mint a mágussal. Mert itt, ha nem kritelsz minimum 3-5 alkalommal, és még mindig betalál, vagy tényleg akármi, tehát sokszor kell, hogy háborogjon. És mivel már egyre több a HP, és te annyival arányosabban nem sebzel többet, így hát kurva nehéz kazamatát nyerni. Ellenben bármelyik más kasztal szembe, meg lehet, hogy még amúgy több esélyed is lenne. Vagy aztán ki tudja, lehet, hogy én vagyok túlságosan elől a szintemhez képest. De abba is van valami. Annyit háborognál esetben, mint IRL? Így szoktam háborogni. Na? Bazd meg. De azért ezt a korommal, akkor legalább meg lenne a teljes kazamata. Hossz, szia ki. Lehet én vagyok. De így is az a baj, nem lettem 460-as. És meg azt sem tudom megnézni, bazdak, hogy mennyiben voltam. A kalendáriumban. És ez a legnagyobb problémám jelenleg, igen. Azt a kurva. Én nem akarom lenémetezni. Annál egy picit élhetőbben. Felgyorsítjuk az eseményeket. De 1% esélyem van a kazamatára. Sajnálod? Hát, amúgy streamen kívül nem szoktam kazamatázni amúgy, tehát ez mindenféleképpen csak streamnél megy ez a kazamatázás. Nagyon ritkán van az, amikor megpróbálok egyet, ugye ezt elsőre sikerül ott, de ez arra van jelenleg, tehát hogy gombát azt mostanában vagy erőt fejlesztésre szoktam használni, ugye hogy skippelek, hát vagy nektek kazamatázok egyet, vagy ha legakazi van, vagy bármi, akkor az kurva jó szerintem. Hali! Hali! Üdv srácok! Szia DH-men! Meg hát most csúnyán szólva, de ezért a gomba úgymond egy haszontalan dolog, ha azt nézed. Tehát, hogyha kivárod a sorodat, meg kivársz mindent, meg nem akarsz baszkodni, akkor igazából nincs rá szükség, kivéve talán a hátasnál, amikor kell egy tigró, de azt úgyis megszerzed, hogy minden kapsz minimum egy gombát. Nagyobb szinten viszont van sajnos van jelentősége a rúna csere miatt, mert az fix gomba. A drága kőfoglalat, vagy a tárgyfoglalat, az meg nem minden esetben fogja megérni, hogy nyersanyagért csináltam, lehet, hogy gombáért. Hát letelt a 7 nap, kokó. Meg kell nézni. Hát próbáld meg, amúgy. Próbáld meg. De 7 napnak le kell telni, hiába vonta le. Ugye az van, hogy 7 napos próbaidőszak van, alapvetően. Ugye a Twitch Prime, ami ugye olcsóbb. 899 forint, meg ilyenek. Ugyebár. Na! Ó, bazd meg, ha nem kritel még talán. De szerintem nem telt még le a 7 nap. Azóta a fejhallgatódot meg kábelesen használod? Nagyon reméljük. Ez ott már volt is hangja. Na, lomposnak letelt viszont. Lompos, köszönöm szépen a Prime szabodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy nekem ajándékoztad. Használ szeretette az emótokat. Kösz szépen, mehetnek a fegyverek. Köszi. Köszönöm, uram. Nem vagy béna, hanem boomer? Hát boomer vagy, igen. Ez van. De nyugi, én is rengeteg mindenhez vagyok az. Tehát, hogy én is néha bazd meg, amikor valami... De például, nagyon jó példa, egyrészt a Snapchat, aminek fogalmam sincs, hogy mi értelme van és miért. Tehát semmi értelmét nem látom.
A másik pedig az iOS 16. Én nem akarom tudni, hogy mit csinál. Nézzen ki jól a telefon, azt hello. Mármint, hogy ilyen beállítások, tudod, mert már ki tudod vágni a hátterét, meg mit tudom én, meg faszom tudja. Felkiáltó jel Twitch Prime kart hasmile kart haslove. De Pankát kértem meg arra, hogy légy, csináld már meg nekem, bazd meg, mert egyrészt nem tudom, és nem érdekel, hogy hogy kell megcsinálni, és nem fogok rá időt ölni, szóval ha tudsz nekem segíteni, akkor végtelen puszi, meg ilyenek. Ugye megcsinálta nekem cukira a telefont, mármint így a záróképernyőt, ugye a főképernyő az ugyanaz, mint a záró, csak ugye blőrözve. Én csinálok elég dolgot a héten amúgy, ahhoz én értek, de ezekhez nem értek. Olyan bazd, mint egy öreg papó, hogy kell a telefont használni? De bazd, tényleg ilyen vagyok, a kurva eget, pedig csak 23 vagyok. Anyám, Ferry Potter, köszi a százast, köszi a 100 bitet. Lompos neked, köszi még egyszer, Covid-é, milyen meg hát mindenkinek a mai nap, mert most egy havi fizú jött, bazd meg. Csak a mai nap. Tehát, hogy a havi átlag fizú a mai nap, vagy én nem tudom, de hogy a kurva eget. Mintha anyámnak kellene segíteni a telóba? Ja, mintha nagyanyámnak. Hát igen, hát sajnálom, saj, nem tudom. Ő megcsinálta, szépre mondom, nekem is legyen már ilyen szép. De hogy igen. De amúgy ja, cukor lett amúgy. Cuka. Meg be van állítva, hogy az időjárás lássam, meg az euró-dollár árfolyamot, mert engem az viszont érdekel, szóval ezt megmutattam ezt az áróképen, és szerintem cuki lett, csak én nézek ki úgy ott, mint egy fogyatékos. Játszál? Játszok! Nyugodj meg, főnök! Kattintgatok! Kattintgatok egy hatalmasat. A kurva eget. Kevés az esély erre a fosra. 50 millió HP volt a legnagyobb, ami volt. Faszom az enterezésbe egyébként. Hát ezer alkalomból próbába volt, hogy 8-szor beadta szimulációba. Meg ilyenek. Nem? Az a baj, senki nem időmilliárdos. Én meg csak szimplán lusta vagyok, tehát igen. Ilyenekre nem szeretek időt szánni. Na mi van még? Ez biztos, hogy esélytelen. Várj, mit dobott be esélytelennek? A viking isten tuti, ez biztos. Tehát erre adott esélyt. Erre nem adott esélyt, azt mondom talán 4 kazamatára. Talán még a viking isten. Vagy nem az Olympus hely, bocsáss meg, a viking isten pont, hogy nem. Ja. Szóval... Ja. Ja, Olymposzra volt még egy pár esély. Az olyan mágus, aha, jó. Anyukám, ott a következő az instant. Úgy tudom talán, hogy itt a második ellenfél az instant win. Ha az elsőt meg tudod csinálni. A mágusnál így volt. És ezeknek a szaroknak nincs kevesebb HP-ja sajnos. Talán azt kell megnézni még itt a... Jaj, várjál, az Olympus helynek már át kell állítani a játék nyelvét. Mert itt ugye kiírja, hogy milyen nehézség van, ugye? Tehát a villámsebzése védett, meg a villámsebzést okoz. Tehát ha nekem villámsebzésem van, akkor az baj. Tehát ez jégsebzés, ez is jégsebzés, ez tűzsebzés, ez is tűz. Tehát akkor technikailag jó vagyok. Szóval, ja, ez még a mai napig nincs átfordítva. Pak. Egy milliárd. Még mindig kurva sok. Undorítva a nagy HP mennyiség. Meg hát a nagyobb hátrány az az ugye, hogy mágus az ellenfél. Az dupla annyit sebez rám. Specially rám, mert háborgó vagyok. Ugye így tök mindegy a balansz, tehát lényegtelen, hogy mondjuk az arénában balanszol van, de ugye itt is ugyanezt a szabályt követi, hogy dupla annyit sebez rám. Ami amúgy baj. Nem tudok vele mit csinálni. Menetrend, pörög a menetrend. Holnap korábban lesz stream amúgy, 4 helyett 1 órakor, tehát 13 órakor. Ezt megy a szábjátszás, megyünk kacsázni egyet. Aztán megy ugyanúgy az SF, meg ilyenek. Szia Dimitri.
Hát itt meghagyja amúgy. Hát itt tök mindegy, hogy mekkora HP-król van szó, látom azt, hogy mit tudom, hány százalék marad. Tehát mennyi piros csík marad, azt akkor már kevés, ugye. Tehát felem odaírhatom, hogy csiliárdokat, bazd meg. Ugyanúgy, ha ennyi marad belőle, akkor annyi marad belőle. Szia, Kizó. Nem, de van V59-es kódom. Felkite kód. Mit csinálsz? Otthon vagy, de játszol? Játszok? Mármint játszom. Tehát, hogy ennyi. Ennyi annyitja. Tehát amúgy, ha pedig az a kérdés, hogyha nem streamelek, akkor mit játszok? Akkor általában valorantozok. Hát valorantozni szoktam, ja. De hogy ennyi. De amúgy, ezen kívül nem szoktam se, hát meg az SF-et letolom, ugye. De hogy ennyi. Általában nem szoktam ezen kívül mást játszani. Van letöltve pár dolog, csak mit tudom én. Tehát a Warzone is le van töltve, tök tudja, hogy minek. Van egy jó pár Steam-es játék letöltve, tehát Among Us, Beat Saber, Chego, Cuphead, Dark Souls, Fall Guys, ugye a Goose Goose Duck. Van egy játék, amit adott valami fejlesztő cég, de azzal még nem játszottam streambe. VR játszások, ugye. Meg hát Super People. Pöcsömmel. Hát az nem Steam-es játék, de igen. Nem, hát nem szoktam. Amúgy több mindent kell csinálnom streamen kívül. Csak ilyenkor, amikor, mit tudom én, kevésbé van bennem az érzet, hogy csináljak bármit, akkor szoktam valorantozni. Milyen VR-om van? Quest 2. Még egyszer kis Cuphead végigjátszás? Újra nem játszanám végig, viszont az estíreket, vagy mi a szart? Tudod, amikor a legnagyobb, hát hogyha legyőzöl valakit, akkor a legnagyobb fokozatba. Na, azt talán. De stream contentben egyszer bőven elég volt a Cuphead. Én amúgy kurvára jelveztem, én imádom a Cupheadet, meg a Netflixes sorozatból is új részek jöttek ki. Tehát az is jó egyébként. Super People? Ja, ez még béta? Ez lehet, hogy még béta. A Dark Souls-on nagyobbat kiégek amúgy, szóval... Pedig azt elkezdtem streambe, csak hát... Igen, a Dark Souls az én seg hülye vagyok. Nem tudom... Azt a kurva, láttatok mennyi HP-ja maradt? Seg hülye vagyok a Dark Souls-hoz. Nem tudok vele játszani. Jelenleg nem lehet leszedni. Hát ha nekem le van töltve, akkor el tudom indítani, nem? Figyelj, anime karakteres Battle Royale, tehát hogy nem rossz a koncepció. Tudsz anime lányjal öldökölni, tehát nem egy... Ja, nincsenek szerók? Á! Ez már egy ötlet. De GTA végigjátszás. Amúgy nálam a GTA az mindig az volt, hogy csak úgy néztem tesómat, amikor GTA-zott. Tehát én még GTA-t nem játszottam ki. Azt tudom, hogy a Vice City az mocskos szenvedős, a San Andreas is eléggé. De GTA-t az milyen, az már egy jó kérdés, de... GTA végigjátszás. Azt a kurva. De az is olyan egyébként, hogy ezt annyian játszották már végig, hogy elkezdeném játszani, az most annyi backseat-et kapnék, mint az állat. Tehát, hogy azt a kurva. Szenzációsan kapnám amúgy. Mondjuk minden héten van egy vegyes szerdám, amikor vegyesen játszok valamivel. Figyelj, kapjon el a katt. De ez is olyan, hogy ezt már amúgy is látta mindenki, az én szemszögemből miért lenne jó, érted? Tehát, hogy az úgy, bazd meg 130 millió. Az úgy miért lenne élvezetesebb? Jó, mondjuk jelenleg most csak entereket nyomkodok egy rajzolt táncoló gombának, szóval... Igazából bármire van igény, ha jól csinálod, azt a kurva. Beadta? Tehát, hogy jelenleg kattintgatok, meg entereket nyomkodok, tehát, hogy... Mivel másabb az, mint ez? Az 9 volt, ha jól. 9 meg 6. Szép volt. Ez meg ingyen win. Jó, hogy ezt a harcosom megcsinálta. Nem tudok következőt nyomni, csak mondanám, szóval... Ne baszd fel, hogy ezt a harcosom megcsinálta. Szia, Mark.
Figyelj, nézzük végig! Egy perc biztos, hogy lesz, amíg ez végig megy. Ja, Chaos Mod. Az Minecraftban nálam autentikusabb. Pont volt is nemrég a 12 órásban. Az is majdnem meglett amúgy a rohadt életben. Én Minecraft botolom a káoszt. Hát meg mivel open world, abból ugye többet lehet kihozni. Tervezek-e? Persze, persze. A... Mondjad már, a kövi 12 órásomon lesz a... Minden hónap úgy, hogy szombatján van 12 órásom, és ott lesz. Első streamet, amit megnyitottam, az a tiéd? Ez az első streamem szerintem, amin itt vagyok. Szia, Dave! Hát, üdv itt. Szia, Sad Ninja. Üdv mindenkinek, srácok, sziasztok. Na, hát, free win. Jó napot. Ezt is mentsük le, hogy aztán kitöröljem? Tökéletes. Mi ez is meg lesz? Mi a fasz? Hülye, hát nehogy szintet lépek a mai nap. Ráadásul kétszer. Nagyon helyes. Ja, mert ez harcos és nem mágus. Jaj, bocsáss meg. Ki tud térni a felderítőm, illetve rám se sebez duplán. Nagyon helyes. 1-2-3 válasz, 3. 3. Hor... Ah. Figyelj, én nagyon be vagyok szarva a horrortól, tehát, hogy én nekem a testem nem bírja ezeket, amik elém ugrik, vagy valami. Tehát... Na, tehát engem múltkor ijesztett meg Panka. Ez tehát, hogy igazi kalács. Pálinkás, jó reggelt! Én majdnem összeestem, annyira megijedtem. Pedig csak ennyit csinált, így buh! A fürdőszobába. Mert a folyosón ugye mentem, fürdőszoba van bal oldalt, és ennyit csinált, így buh! Hogy majdnem összeestem, annyira megijedtem. De nem kell nekem VR-t játszani, nem kell nekem VR-ba horrort játszani, érted? Megijedek valamitől, összeesek bazd meg a nappali közepébe, nem tud senki felszedni, és azt néznétek végig az interneten, hogy összeestem, vágod? Az mennyire lenne rossz? Hát az maga lenne a rossz, amúgy. Slot nélküli mindenes kesztyű? Borzasztó. Scott Yarn! Köszönöm szépen! 6. havi Prime-odat. Pálinkás, jó reggelt! Neked is jó reggelt! Kösz szépen a fél éves szabodat Prime-mal! Köszönöm szépen! Gratula az új badge-ethez! Gratula az új badge-ethez! Köszönöm szépen! Nem ezt nyomom most a mágussal? Hát, nagyon nem. Nagyon nem. Mondjuk itt van 50 szint különbség, vagy most már csak 40, de igen. Fú, én összefosnám magam egyébként. Tudom, hogy ilyenekre mindig van igény, amivel szenved az ember, beszarik tőle, berúg tőle, jó megszopatja a csetet, ezekre mindig van igény, ezt tudom. Jó, valahogy feltételezem. Jó, ez viszont felderítő, de sokkal több HP-val szerintem. Szóval ez szerintem nincs meg, de legalább léptünk most is szintet. Szóval 460-as klubban vagyunk végre. Benne vagyunk az egész szintesek klubjába. Helyezésemet miért nem frissíti? Haló. 460, azt nem frissítette le. Persze, az elém ugrik valami, bazd meg. Itt a gép előtt is összefosnám magam a fejhallgatóval, nem még egy VR headsettel. Atya úristen. Na, az hiányozna. Amúgy meg kellett volna nézni SF Toolsból, hogy arra mennyi lett volna az esély. Várjál. Azért meg van nyitva szerintem. Meg van nyitva még az SF Tools. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy a... Ez az? Egyből 5? Ez 100%-os kazamata esély volt. Mert itt csak a... Egyik segítőm elég volt, tehát a harcos segítőm elég volt ahhoz, hogy... De 100% esély dob be. Tehát nincs olyan esély, hogy kikaptam volna amúgy. Tehát... Tehát 1000-ből 1000. 10000-ből 10000. 100000-ből 100000, tehát hogy... Azért az nagy. Tehát ez volt ugye a városőrös. Hát pedig...
pedig itt csak a harcosomnak ment le majdnem a teljes HP-ja. 460-as vagyok, ki ez, csak itt még nem... Na, most már befrissítette, nagyon helyes. Nagyon, nagyon helyes. Jó. Vannak még esélyes kazamatáim, bár azt nem hinném, hogy most meg lenne a 461. De meg lenne a 461, és nem frissítette volna le a naptáramat. Beengedett volna a játék egyébként. Szia Jakuska, szia Vince, sziasztok srácok. Szép estét nektek, csőzet. A mai nap volt egy kis fasz jazz chatting, képzétek el. És ezen belül néztünk általatok küldött TikTok videókat. Ugye minden pénteken vannak ilyen pici interaktívabb adások. Tehát a kövi hetet meg tudom úgy oldani, amit itt beszéltünk a végén, na az egy kurva jó stream lesz. Tehát arra nagyon kíváncsi leszek, ha azt meg tudom valósítani. Annyi a lényeg, hogy vannak tátrate a pakkok, 14 darab, és megkóstolgatni és tírlistába tenni. Mert még ne? Bazznek, hát a péntek szóljon erről. Baromkodni. Az nagyon nagy ott menne amúgy. Én amúgy szeretem a tátrateákat, de a 72-es egy pusztulat. Tehát ez egy pusztulat, az mindenképpen. Nem tudom, mennyire játszottál Need for Speed játékokkal, mennyire érdekelne az egész játéksorozat, de ha mégis toltad, melyikek voltak a kedvenceid? Carbon. Carbon volt a kedvencem. És akartam játszani, csak nem találtam sehol se kulcsot, meg Steam-en se lehet megvenni, meg ilyenek. Tehát ahhoz, ez mindenképpen CD-s, és nem találtam olyat, ami elindítaná nekem a Need for Speed Carbont PC-n. Vagy a támogatások már lejárt erről. Az 2006-os, azt hiszem, a Need for Speed Carbon. Az volt a kedvenc Need for Speed, én a Most Wanted-et nem szerettem, meg az Underground, talán az Underground esetleg, de a Carbon volt a kedvencem. 6 milliárd HP-ról, mi a szar? Ötöt háborgot. Hatot. Ötöt. Azt a kurva eget. Az kemény. Az kemény. Tehát 214 millió HP-ról maradt 2 millió HP-m. Tehát épp hogy le tudtam verni. Wow. Melyik harcost éri meg választani? Tehát kasztot? Figyelj, amelyiket szereted, figyelj, van 9 darab kaszt a játékban, elején úgyse fogod tudni eltalálni azt, amik a legjobban tetszik az összes közül. Válasz az első 3 alap közül a legjobb, tehát első 3 közül bármelyiket. Tehát mit tudom, amit szerintem a legjobb lenne szerintem, így... Ha elkezdesz játszani, az a felderítő, meg a mágus. De inkább azt mondom, hogy a mágus, az a mindig jól jársz. Tehát a mágus nem lesz az a kaszt, amire azt mondod, hogy nekem nem jön be. Nagyon-nagyon-nagyon kevés az esély, amikor azt mondod, hogy a mágus neked nem jön be, mint kaszt. Azt szerintem igen. Ki van számolva, mint a választás? Hát ez ki lett? Ez eléggé ki lett a kurva eget. Ez ellen lesz esély? Feltételezem, hogy nem. Várjál. 75 ezer... Ez 60 ezer hány... Jaj, megy már innen. 60 ezer hány HP-val? 8,9... Az 8,6. Csak itt több a damage. Több a sebzés, anyukám. Azzal van itt a probléma. Amúgy, mert ha a hemoridort leütöm meg ezt a szart, akkor igazából mindent leütöttem, amit feldobott esélynek amúgy itt az SF Tools-ba. A mágussal jól jársz, nekem is a fő karakterem mágus, én mocskos mód szeretem a mágus karakteremet. Én komolyan mondom, nem tudok rá rosszat mondani. Mi van? Várjatok. Hanyas szintű volt? 290-es, mi a fasz? De ezek mind afkolt karakterek. Hát ennyi HP-val, ugye majd nem vesz részt a csatába. De annak is fele HP-ja volt. Ez mi múlik amúgy, hogy ilyen kevés HP-d van, vagy a fele HP-d? Na
nem igazán értem. Második hónap giftből? Ennek örömére? Ennek örömére micsodi? Gratulál a szabodhoz. Na. Drága Norbert mit csinált? Hajj meg tesó, én jövök. 2 3 4 5. Ó, bazd, nem kritelem le. Na jól látom, nem én verem el az utcsót, mert már rám támadnak itt. Ötszázasa? Ja, de én picsáztam el. Akkor nem szóltam. Hanyas helyezésben van a Hellgate? Azt a kurva eget. Ez komoly. Visszatért a király? Itt van Orbán Viktor? Hol? Szia Norbi. Na. Ne tedd ezt velem. Most tatoljunk egyet. Itt szerintem nincs esélyes kazamatám. Hát mondjuk valószínűleg nincs. Ja, tehogy nem, bazd meg a surtr! Hát a surtrad el tudjuk verni. Hülye, hát a streambe tartogattam nektek. Hát normálisak vagytok? Mert ugye háborgó az ellenfél, én meg ugye duplát csebzek rá. Na-na. Van esélyes kazamata, bassza meg. Leverjük a vikingistent. Tűzsebzés? Villámsebzés, tűzsebzés, jég. Nagyon jó, oké. Harcos nem számít, a két mágusom alkosson valamit, és jók vagyunk. Ez egy gigászik az amatázós stream egyébként. Most különösen nagyokat mennek a kazamaták. Ez sem kurvára random faktor amúgy, mert én sem vagyok képes ütni. Mert ugye a háborgó miatt tök mindegy, hogy a... Tehát tök mindegy, hogy a kesztyűn rajta van a varázslat, de ugyanúgy tud ő először ütni. Tehát ennyi talán a hátrány. Tehát ő egyből rám csapja. Az jó. Meg tud ugye ő többet ütni. De esélyem nem volt. Az mennyire túl, hogy mécs kazamatát legjobban harcossal lehet elverni? Hát figyelj, esélyeket nézve, mágus kazamatába, jó, mondjuk itt igazából tök mindegy. Nem tudom, mennyivel van kevesebb HP-ja mondjuk egy mágus kazamatában, mint bármelyiknek, de hát ha azt nézzük esélyekkel nézve, talán. Ugye nincs akkora hátrány, mert ugye a háborgónál az a baj, hogy én nekem ugye ott a háborgóm, de a mágus kazamatával az a baj, hogy dupla annyit sebez rám. A harcos meg ugye oké, nem tudja kivédeni, de ugye kurva sok a HP-ja. Tehát ez nem tudom, hogy általában ilyenkor mi múlik. Lehet, hogy háborgóval talán jobb, mert akkor ugye be tudom ütni többször. Hát tudjatok. De az biztos, hogy a harcos az egyik olyan kaszt, ahol köbben az egyik legnehezebb a kazamatázás. De lehet, hogy pont az a nehézsége amúgy. El tudnám még ma picsázni, légy szíves. De folyamat rám üt. Én sem ütök semmit a mágussal. Bazd meg, hát 140 milliót rám ver. E 2, 3 2. Bazd meg. De nem kritelne rám, és csak egyet ütne, tudnék kettőt ütni. Meg ilyenek. Na, talán valami ilyesmi, csak kritelnem kéne. Veled sem érek semmit. Én kérek elnézést, bazd meg, hát. Mondtam egy számot. Mondtam egy 2.
bazd meg. Csodás. Ja, mert úgy 1-2-3, hogy a küldiknél. Á. Hát ez ugyanazt adná, nem? Csak el tudom picsázni, hát ne csináld már. Nem a harcosom múlik, hogy tűzsebzéses fegyvere van. Azt hiszem, ez egy könnyebb kazamat amúgy. De olyat rám kritába azért esélyem nincs ütni. Ó, bazd meg. Na faszal. Az a tarkommal fogod, tarkommal jelölöm, figyelj. Most lesz az igazi, úgy érzem. Nézd csak! Bazd meg. A rohadt életbe. De semmit nem veszek le amúgy. Hogy kéne izét? Tá, semmi nincs levéve. Pedig itt pont mondtam, hogy tartogatom ezt a rohadt kazamatát, de hát nem. Mert úgy nem azzal van a baj, hogy nincs rá esélyem, azzal van a baj, hogy egyszerűen rám üt. Nem tudom, Toolsba mennyi esélyt ad neki. Surtre 0,01-et. Á, várjál, rosszat néztem, rosszul néztem, várjál. Mi a fasz? Mi csoda? Jaj, egy... Mi azt hiszem, hogy van esélyem erre? Takarodj már! Tök mindegy, hogy 500-as nincs akkor... Át, mondjuk 127 000 az értelmem. Várjál, újra belépek. Várjál. Nem tudom, fejből a jelszavam. Neked 1-2-3-3. Ja. Elírtam a jelszavamat. Ja, mert ez nem az a jelszavam. Ó, de fogyatékos vagyok, bazd. Ez lesz. Na most nézzük meg. Na most már 121 000. De tényleg nincs rá esélyem. Azt a kurva. De azt hittem, hogy ez 0,10. Hallod? 0,10, tehát 1000 csatából egy alkalom. Á. Hát szerintem ez, szerintem tök mindegy. Egyétek meg mind, egyék meg, mert megint? 3. De mindig 3-at mondok. Vagy még beadta izét is. 10 000 csatából. Hemoridort, mi a fasz? 10 000 csatából beadta 3 alkalommal. Ó, beznek, hát ez baj. Mi van, szar? Hé, boy. Mi az, hogy miattam? Hát te bolond vagy? Lovas, kösz a hostot! Kösz szépen! Mi jót nyomtatok, srácok? Bazd meg, hát ti... Pff, nem tudom leverni. 100 csatából aztán pláne nem. Esélytelen, hogy beadja. Yeah, boy! Nem tudom elverni. Esélytelen. Kösz szépen, lovasék! Sziasztok, srácok. Csőzet. Pedig azt hittem, hogy be fogja adni, de nem. Ez egy kifejezetten esélytelen kazamata. Na, akkor megpróbáljuk még azt, amit itt toltunk. Hátha.
mert akkor itt van még a Hemoridornál esélyem, meg az Esterosznál. Puffy ég! Ja tényleg Puffy. Mert a Puffy az mindenkit elzavar, vagy valami ilyesmi? Talán valami hasonló. Mindig hármas! Hármas! Mindig a hármas. Mindig ezeket megpróbáljuk holnap. És tudom, hogy van két esélyes kazamatán, meg léptem két szintet. Annak ellenére, hogy nem dobta be a kalendáriumot, és ezt hatodjára elmondtam, de akkor is idegesít a tudat, hogy másfél éve játszok ezen a szerveren, amióta nyitva van, tehát 2021. januárja óta, és mivel nem engedett be tegnap, ezért most újra kezdődött a kalendáriumom, pedig eddig mindig mindenkivel egyszerre léptem szintet. Ja. Szóval, ja. Szenzációs a történet. Na jó van, srácok, kösz mindenkinek, aki itt volt, Lovaséknak még egyszer köszi a hosszú.